Hát akkor kezdjük. Hello! Hello! Azért gyűltünk ma itt össze, mert gondoltam, megmutatom nektek, hogy mit is viszek a kórházba magammal, mi van a kórházi bőröndömben. Igen, én nem táskát pakoltam, sosem tudok lightosan pakolni, úgy vagyok vele, hogy inkább legyen minden nálam, mint hogy valami hiányozzon. Ja, és bocs a hangomért, meg vagyok fázva, úgyhogy egy kicsit reket vagyok, meg Miki Egér hangom van. Szia, Charlie! Gyere ide! Gyere ide! Bocs. Gyere, baba! Drágám, nem most. All the way down. Charlie nagyon szeret a gyerek szobájában feküdni, remélem ez jó jel, és az azt jelenti, hogy majd a gyereket is így fogja szeretni. Kezdjük azzal, hogy nagyon sok helyről szedtem össze listát, próbáltam ezek közé beiktatni azokat a dolgokat, amik számomra nekem fontosak lennének, ha ott lennének velem, és amire még külön hangsúlyt fektettem, az Dávid, azaz az apuka, mert úgy érzem, hogy nagyon sok kórházi táskás listánál nem említik meg azt, hogy például a férfinak vigyünk fogkefét, az apukának legyen ott egy pizsamája, vagy váltóruhája, hiszen főleg az első babánál ugye azt mondják, hogy a vajudás eltart a 18, 20, akár 24 órán keresztül is. Ő is ott lesz velem addig, ő is nyilván szeretne egyszer pólót cserélni, tisztálkodni, kimenni, megmosakodni, és vagy enni valamit, snackelni. Úgyhogy akkor most menjünk is végig azon, hogy egyetlen egy törölközőt viszek, a kórházban lesz tölcsi, ezt Dávidnak tettem be. Viszünk neki is papucsot, és ami nagyon vicces, hogy vettünk neki egy apuka pólót, ami ugyanolyan, mint az anyukáké, hogy le lehet tépőzárazni az elejét, és ő is a mellkasára tudja így fektetni a babánkat, akármikor. Úgyhogy ez szerintem egy tök jó dolog, papa póló. Dávidnak pizsama, stb. És hát ugye természetesen magamnak is viszek zuhanyzó papucsot és mamuszt külön. Tehát egy olyan papucsot, ami vizes lehet, ez ugye higiéniai okok miatt is, illetve egy pár kis mamuszt magamnak. Azt hallottam, hogy ilyenkor a keringés egy kicsit, nem is tudom, nem úgy működik, és sokszor az anyukáknak a lába fázhat, főleg a szülés alatt, úgyhogy a mamusz mellé katonai vastag zoknit és egy pár sízoknit is beraktam, hogy nehogy megfázzak, vagy fázzon a lábam, amúgy is ki szokott hűlni a tappancsom, úgyhogy ez most extrán jó. Természetesen már előre megvan, hogy mibe szeretném hazahozni a babámat, illetve pár opciót bepakoltam ide, ezeket most nem mutatom meg, igazából a legkisebb méretű ruhák, és egy 56-os ruha is van bent, ki tudja, hogy milyen hosszú lesz ez a gyerek, de igazából szerintem mindenki visz magával valamit, amiben haza tudja majd hozni a babáját, úgyhogy ez nem meglepetés. Emellett bepakoltam magamnak 2 darab köpenyt, egy vastagabbat és egy vékonyabbat. A vastag egy frotil köpeny, ugye nyilván ebben majd lehet fürdés után is akár beletörölközni, bugyolálódni. A másik meg akkor van, másik meg arra jó, hogyha egyszerűen melegem lesz, és nem kell olyan vastag köpeny. Egy másik lánynak láttam egyébként a kórházi listás videójában azt, hogy olyan hálóingeket vitt magával, amik középen gombolhatóak, vagy kipatentolhatóak, így nagyon egyszerűen tud majd akár a szülés után, tudja majd a babáját a szülés után a mellkasára fektetni, illetve szoptatáshoz is használhatja ezt, és én is vásároltam ilyen organic bamboo cotton, tehát egy organikus, vagyis bio anyagból készült, bio bambuszból készült kis hálóingeket, nagyon egyszerűek, rövidújúak, bővek, tehát még a pocakommal is elférek bennük, és le tudom simán gombolni, akár végig is, hogy a kisbabámat meg tudjam majd ölelni. Azon kívül
még pakoltam be magamnak egy hazamenős szettet, de ez semmi extra. Igazából egy melegítő nadrág és egy póló, csak valami kényelmes, valami laza. Pakoltam be egy takarót a babának, hogyha esetleg bele akarjuk csavarni. De ugye ezek megint csak olyan személyes dolgok, amikre az ember szüksége van, vagy nincs, nem tudom. Tehát nem biztos, hogy mindenki visz magával hazamenős outfitet, lehet, hogy abban mész haza, amiben jössz. Lehet, hogy Halloweenben, lehet, hogy a köpenyedben, kitérnek el úgyis kocsiba, kibe. Ja, és ugye nagyon fontos, hogy van kocsi ülésünk, de ezt már az előző videómban is említettem. És akkor a praktikák. Hát nagyon sok snacket pakoltam be, és pont azért, mert megint nem csak magamnak pakoltam, hanem Dávidnak is. Fontos az, hogy ugye ő is ott lesz velem, ő is meg fog éhezni a vajudás, a szülés alatt is, és tök jó, hogyha mindig van valami a táskában, ami neki is ízlik, amit ő is szeret. Úgyhogy sósat és édeset is pakoltam. Mindenféle gyümölcsös, mogyorós, ilyen kis datojás csokoládékat, biocsokit, mert ki tudja, hogy édeset vagy sósat fogok kívánni, vagy éppen ő mit fog kívánni. Amit még nem raktam be a táskámban, és a táskámban is azt majd utolsó pillanatban fogom betenni, az friss kókuszvíz. Azt hallottam, hogy nagyon jó, hogyha ilyenkor nyilván hidratált az ember, és a kókuszvíz ugye nagyon jó hidratáltságot ad, talán még jobbat is, mint a sima víz, illetve frissen facsart almalevet. Ezeket ugye még nem vettem meg, mert ezeket egyből majd hűtőbe kell tenni, és meg is romlanának addig. Úgyhogy amikor elindulnak a fájások, Dávidnak az egyik feladata az, hogy lerohanjon a boltba, és ezeket a dolgokat megvegye. Az almalét azért, mert több helyről is hallottam, hogy segít meghozni az anyatejet, de azon kívül szerintem maga a cukortartalom, a kalóriatartalom miatt segíthet a fáradtságban, a kimerültségben. Szerintem nagyon fontos egy szülés alatt vagy után az, hogy az anyuka visszaállítsa az energiaszintjét, úgyhogy a víz mellé kókuszvizet és almalevet is fogok inni. A legtöbb tisztasági terméket Magyarországról hoztam magammal. Sokan kérdezték, hogy de hát minek, amikor Amerikában is biztosan lehet kapni ugyanolyan felnőtt pelenkát vagy betétet, és valóban felnőtt pelenkát lehet kapni, de nem lehet kapni például hálós betétet, és nagyon örülök neki, hogy mielőtt visszajöttünk Amerikába, én bementem otthon egy gyógyszertárba, és jól bevásároltam egyszer használatos bugyiból, ezekből a hálós betétekből, ami ugye nem ugyanaz, mint a menstruációs betét, tehát nincs ez a nagyon erős műanyag lefedés, ami meggátolja a betétnek a szellőzését, ami ilyenkor nagyon fontos. Úgyhogy Magyarországról hoztam a Tenalédit. Életem legszexibb bevásárlása volt, amikor bementem a gyógyszertárba, és mondtam, hogy Tenalédit kérek. Eldobható fehérneműt kérek. WC papírülőkét kérek, szintén higiéniai okokból. Amit még szintén a gyógyszertárból vettem, az szilikon mellbimbó fedők. Nekem nagyon picik a mellbimbóim, és nagyon érzékenyek, így vásároltam egy párat ebből a szilikonos mellbimbó védőből a biztonság kedvéért, mert ki tudja, hogy hogyan fog nekem esni majd a szoptatás, milyen lesz az első próbálkozás. Ezeket már le is sterilizáltam, úgyhogy beraktam őket egy vízhatlan, levegőt átnemeresztő kis... Ez a szomszéd kislány volt. Kis szatyorkába. Emellett még van bent a zacsiban kisbaba etetőcsésze. Bizonyára a kórházban is van nekik ilyen, és adnának is. Én biztosra mentem és mindent bevásároltam magamnak, szóval baba etető csésze, szintén sterilizálva. És... grapefruit mag olaj. Ez étkezési grapefruit mag olaj.
nekem azt mondták, hogy ezt a kisbaba is, hát úgymond eheti, tehát hogyha a szájába kerül, nem probléma, és ha ezzel kenem a mellemet szoptatáskor és szoptatások között, akkor segíthet feloldani azokat a csomókat, amiket az ott bent maradt tej okozhat, így igazából csökkenti a gyulladást. Úgyhogy ezt már most viszem magammal, de ez itthonra is nagyon hasznos lesz majd. A kisbabámnak még tettem be egy etetőkanál végű cumisüveget. Én nem szeretném, hogyha a kórházban cumisüvegből vagy tápszerrel etetnék, úgyhogy ha egy mód van rá, akkor tényleg a szoptatást szeretném erőltetni. Ha az végképp nem megy, akkor viszont itt van ugye az etetőcsésze, vagy ez a kis kanál végű cumisüveg. Azt mondják, hogy a kanálból és pohárból is nagyon-nagyon jól tudnak inni a kisbabák, úgyhogy ha lehet, akkor inkább megvárnám azt, amíg összeszokunk, és akkor meg lesz a baba-anya kapcsolat. Továbbá mit tettem még be? Hát töltők, hangszóró, nyilván telefon, fényképezőgép, iPad, rengeteg filmet és sorozatot letöltöttem, hogy még csak véletlenül sem unatkozzak, még akkor is, ha azt mondjátok, hogy ha, nem fogok. Két neszeszertáskát készítettem elő, az egyikben benne vannak a higiéniai dolgok. Egyébként van egy magyar márka, akik fantasztikus illóolajokat készítenek, az a nevük, hogy Panarom, már most is használom a termékeiket, mert vannak olyan olajok, amik segítik a méhkörcsök ellazítását, jó gátmasszázsra, amik ugye felkészíthették a nőnek a szervezetét arra, hogy esetleg egy gátmetszést is el tudjunk vele kerülni. Nem tudom, hogy beválik-e, majd meglátjuk. És vannak vajudás közbeni, illetve szülés utáni olajok is, amelyek segítik a méh összehúzódását szülés után, de van olyan, amik segítenek a relaxációban, vajudás közben, amiket mondjuk Dávid majd a vállamra kenhet, és egy kicsit masszírozhat velük, amiknek kellemes az illata, és segítenek lazítani. De hát nyilván a neszeszer táskában benne van a szokásos sampon, tusfürdő, fogkrém, stb. És a másik neszeszer táska viszont az a táska, amit igazából ki fogunk venni a bőrönből abban a pillanatban, hogy megérkeztünk a kórházban, és ebben vannak a kéznél levő fontos dolgok. Ebben van az útlevelem, az oltási bizonyítványom, van benne egy hordozható fogkefe Dávidnak is, nekem is, ebbe is teszünk egy-két snacket. Mi van még bennük? Nedves törlőkendő, dezodor, egy telefontöltő, a vajudáshoz a masszázsolajok, tehát tényleg azok a dolgok, amik jó, hogyha kéznél vannak, amiket nem egy másik szobában fogunk tartani, hanem a vajudás alatt is egyszerűen csak oda nyúlok, és ott van, és tök jó. Tehát ezért mondtam, hogy ebben is lesznek majd snackek, mert főleg Dávid lesz, gondolom, az, aki egy pár óra után meg fog éhezni, és tök jó, hogyha van ott egy ilyen protein vagy energy bar. És ne nézzetek hülyének! Felkészítő órákon is részt vettem, és volt egy nagyon fontos kérdésem, hogy mi van akkor, hogyha én valamit szeretnék sterilizálni a szobámban. És arra következtetésre jutottunk a felkészítő tanárommal, hogy vigyek magammal egy vízforralót. Úgyhogy én beraktam egy vízforralót a bőröndömbe, méghozzá azért, hogyha ezt a melbimbó védőt, vagy az etető kis poharat, vagy bármit sürgősen le kell sterilizálni, akkor igazából beledobom ebbe a kis vízforralóba, felforralom a vízzel együtt, és ezzel együtt sterilizálódik is ez a műanyag termék, ugye, amit oly sokan használunk. Úgyhogy nekem ez még pont belefért a bőröndömbe, nem gondolom, hogy ez azért egy annyira őrült dolog, lehet, hogy tényleg egy kicsit hülye vagyok, hogy minden eshetőségre fel akarok készülni, és fele ezeknek a dolgoknak nem is fog kelleni, de megint azt mondom, hogy inkább legyen, mint hogy kelljen, és aztán nincsen ott velem. Ja, és persze az utolsó dolog,
egy egész zsák lemmaglisztet tettem be. Nem azért, mert ennyit el fogok fogyasztani, hanem csak egyszerűen azért, mert nem volt erőm meg kedvem felbontani ezt az egész csomagot, úgyhogy van velem egy zacskó őrölt lemmagliszt, azért, hogy rögtön a szülés után el tudjam kezdeni hozzákeverni az én reggelimhez, ebédemhez, vacsorámhoz, vagy bármihez. Nagyon fontos ugye az, hogy az anyuka a szülés után el tudjon menni a mosdóba, és nekem a lenmag liszt, tehát az őrölt lenmag kifejezetten hatékony és mindig segít ebben. Ezért viszem magammal. Hát nagyjából és egyelőre ennyi. Remélem, hogy tudtam olyan hasznos dolgokat mutatni, vagy olyan tippeket adni, ami nektek is majd jó lesz és hasznosítható. De hogyha van még valami, ami szerintetek hiányzik az én bőröndömből, és jó lenne, hogyha vinném magammal, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Mindenkinek könnyű szülést, beleértve nekem is, és ki tudja, lehet, hogy legközelebb már pocak nélkül is babával fogunk találkozni. Csók nektek! Szevasz!